Óriási a szakadék az Európai Unió tagállamaiban a minimálbérek között. Idén októberig minden tagállamnak át kellene ültetnie saját jogrendjébe az európai minimálbérre vonatkozó irányelvet, de ez korántsem jelent minimálbér egységesítést. Hogy miről is van szó, kiderül a következő híranyagunkból. 2094 euró, ennyi a különbség az Európai Uniós államok legnagyobb és legkisebb idén januári minimálbére között, derül ki az Eurostat adatsorából. Az első helyen Luxemburg áll, 2571 euróval, az utolsó Bulgária 477 euróval. Romániát ezúttal is az utolsó előtti helyen találjuk 663 euróval, még előtte Magyarország helyezkedik el 697 euróval. Az Európai Parlament döntése értelmében idén októberig minden tagállamnak át kell ültetnie saját jogrendjébe az európai minimálbérre vonatkozó irányelvet. Winkler Gyula EP képviselő hangsúlyozta, nem minimálbér egységesítésről van szó. Az irányelv értelmében a legkisebb fizetésnek az ország életszínvonalát kell tükröznie, a méltányos megélhetéshez szükséges minimumot. A tagállamok két lehetőség közül választhatnak, az ország átlagbérének 50%-a, vagy az ország mediánbérének 60%-a kell, hogy legyen a minimálbér. Romániában jelenleg a bruttó 3300 lejes minimálbér az országos átlagbér 43%-át jelenti. Szükség lenne az emelésre, de a munkáltatók szövetségei egyelőre azt mondják, lehetetlen kigazdálkodni, hogy az év közepétől 3700 lejre nőjön a legkisebb fizetés. Októberig még van idő, és itt a munkaügyi minisztérium ki kellene találja azt, hogy egészen pontosan hogy akarja életbe ültetni az európai irányelvet. Ugyanakkor a méltányosság szempontjából én fontosnak tartom ezt a jelzést, de nem kötelező egyetlen tagállam számára sem, ez ajánlás. Nyilván, hogy a társadalmi béke szempontjából, a társadalmi méltányosság szempontjából nagyon jó lenne az, hogyha meg lehetne ejteni ezt a béremelést az idén júliusban vagy júniusban, de a reál gazdaságnak ki is kell bírni ezeket a szintű béreket. Bár a 3700 lejes minimálbér jól hangzik, céltalan lenne egy olyan emelés, amely inflációhoz vagy még nagyobb mértékű adóelkerüléshez vezetne. Winkler Gyula hangsúlyozta, reméli a munkaügyi minisztériumnál esedékes tárgyalásokra a társadalmi partnerekkel együtt kerül sor. A vállalkozók torkán lenyomott döntés, ami nem biztos, hogy végrehajtható lenne, nem oldaná meg ugyanis a problémát, összegzett az EP képviselő.